Egy nagyszabású, eredet történetünket feldolgozó mű megírásába kezdett Kovács Nóri, akit nem kell bemutatnom a Folka vezér törzs hallgatóinak. Nórit mostanában leginkább Nimród regélye foglalkoztatja, nem akármilyen kutató munka zenei eredményét mutatjuk meg önöknek a mai műsorban, ahol vendégül látom Kovács Nórit, tartalmas időtöltést, jó rádiózást! Thank you.
De szép hangszerelés, Nóri éneke is, gratulálok, írja már egy hallgató. 0637-749-6720, ide küldhetnek nekünk SMS üzeneteket. És hát ugye azt már említettem volt, hogy Kovács Nórit nem feltétlenül kell bemutatnom a Folkavezér törzs hallgatóinak, a fiatalok éppen úgy megtalálják a szívükhöz közel álló hangzásokat a zenéjében, mint például a szüleik és a nagyszüleik, akik az eredeti dalokat ismerve szívesen fogadják be azok modern zenei megoldásokkal frissített változatait, és ami még érdekes, és hát szerintem első kézből értesülnek erről tőlünk, hogy Nórit mostanában leginkább Nimród regéje foglalkoztatja. Szia, kedves Kovács Nóri! Jó estét kívánok, szia! Nem akármilyen alkotó munka, nagyon szép szándék és óriási feladat. Amikor elkezdtem gondolkodni ezen a történeten, és hogy ezt megírom, akkor még nem gondoltam, hogy ez ennyire óriási feladat, mert ha azt akkor így végigondolom, lehet, hogy nem fogtam volna vele, de most már így sodródom, és egyrészt kíváncsian várom, és próbálom újabb kihívásokat megoldani, másrészt meg hát nagyon-nagyon kitágul ezzel a látóterem, és fantasztikus maga az alkotási folyamat is, és bevonni rengeteg zenészt, és hangszerest énekest ebbe a produkcióba. Oké, azt azért áruld el nekem, nekünk, hogy miért pont Nimród népének történetét szeretnéd elénk tárni, és miért pont így megfejelve azzal, hogy egyébként hogy? A történelem, a magyar történelem engem nagyon régóta foglalkoztat, és azon belül is az ős történetünk mindig is az egyik szívem csücske volt. És hát, ahogy így nézegettem, nem nagyon találtam még ilyen irányú, ilyen témájú anyagot feldolgozva. Egyik unalmas estében körülbelül 3 évvel ezelőtt az internetet böngésztem, és rengeteg ilyen irányú film, kisfilmet, régészeket, történészeket hallgattam végig, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy van ez annyira értékes és érdemes téma arra, hogy feldolgozzuk, és hát vettem a bátorságot, hogy akkor én ennek nekiálljak. Mondom, akkor mérhetetlenül naívan azt gondoltam, hogy ez ripsz-rossz meg lesz. Aztán most már 3 éve tart ez a folyamat, és egyre jobban mélyülök el benne, de egy pillanatig sem bántam meg, hogy neki kezdtem. És a másik kérdést, hogy miért ilyen formában, hát a népzenét azt nem igazán lehet az én életemből kitörölni. Úgyhogy egy percig sem volt kérdés az, hogyha ez meg lesz hangszerelve ez a mű, akkor népi hangszereket mindenképpen szeretnék beletenni. De mivel egy nagyobb volumenű dolgot képzeltem el, tehát egy operát, így a szimfonikus zenekar természetesen nem is hagyhattam volna ki belőle, de próbáltam ezt a kettőt összegyúrni, hogy a szimfonikus hangszerelés és a népi hangszerek, valamint még ezt megspékelve populáris hangzású énekesek és népdalénekesekkel, hogy valahogy ebből az egészből így összegyúrjam ezt a Nimród regéjét. Nagyon izgalmasan hangzik, egyrészt azért, mert én már egy ilyen színpadi művet sejtek. Ugye? Jól sejted, igen. Tehát szeretnéd, hogyha ez igen, valamikor bemutatásra is kerülne, így van, és valami új nemzeti operánk kerekedne ki belőle. Nem véletlenül nyúltam egyébként ehhez a témához. Nimród dal kezdődik a mi történelmünk, a mi történetünk, bár ezt nem biztos, hogy sokan tudják, de hát azért is születik talán meg ez az opera, hogy kicsit tágítsam az embereknek ezen látókörét, mert biztos vagyok benne, hogy Arany János kapcsán a csodaszarvas történetből hunorról és magyarról már mindenki hallhatott, de hogy az ő történetük hogyan teljesedik ki, hogyan születik meg a magyar, mint nemzet, az talán ebből az operából fog kiderülni, és hát mondom, nem véletlen volt a témaválasztás, mert most, amikor az emberek egy nagy része gyökértelennek érzi magát, azt gondolom, hogy kell egy kapaszkodó, egy fonal, ami összeköt minket. Egy újabb SMS üzenet érkezett hozzánk a 0637-749-6720-as számunkra. Gyönyörű feladat, sok sikert kívánok hozzá, írja Attila. Köszönöm szépen. És nyilván szükséged is van a jó kívánságokra, mind a mellett azért ugye már elkezdtünk beszélgetni a műsor előtt, és mondtam neked, hogy azért lenne jó egy kicsit közelebb hozni a hallgatóinkat Nimród és fiainak történetéhez, mert azért feltételezi az ember, úgy legtöbben már hallottak erről, valamit tudnak, ja hát igen, ez az a hunor, meg a magor, meg a csodaszarvas, és akkor hányan is indultak üldözni, és akkor kikinek a kie volt, és meg hova jutottak, hova és mentek, hogy jutottunk és egyáltalán ide? Volt-e siker a végén?
rengeteg mindenről lehetne szót ejteni. Azon túl, hogy ugye elkezdted a világhálót böngészni, még ez a kutató munka, ez hogy folyt? Ha jól tudom, te személyesen is beszélgettél többekkel. Igen, nagyon sok olyan embert megkerestem, akik szakavatottak ebben a témában, történészeket, régészeket, és a Jóisten megengedte azt is, hogy egy csomó olyan területre jutottam Udmurtföldön, Szibériában, ahol magam is tapasztalhattam a hunor hagyományokat, úgyhogy tényleg fantasztikus, hogy ezt így szemmel és kézzel is megtapinthattam. Tehát odáig is elutaztam. Odáig is elutaztam, igen, nagyon érdekelt a dolog, rengeteg múzeumot meglátogattam itt Magyarországon és külföldön is, ahol az ilyen témájú tárgyi emlékeket bemutatják, és hát egy nevet kiemelnék, dr. Váraljai Csocsán Jenő professzor úr nevét, aki pedig mindvégig fogta a kezemet és irányított, hogy hova menjek el, még minek nézzek utána, és még rengeteg segítséget adott ebben a témában. Mindenképpen szerettem volna valami olyasmi művet alkotni, amivel azért nem sülök fel, és kézzel fogható bizonyítékai vannak, már amennyire egy ilyen régi történetnek ugye lehet, mert hogy egyrészt azért a rege és mond a világunkat dolgozza fel maga a mű. Ezeket általában Erdélyben, Székelyföldön gyűjtöttem az ottani mesemondóktól és táltosoktól. Rengeteg Nimrod történetet és Hunor történetet ismernek, de azért szerettem volna mindenképpen valami történelmi fogockodót is adni a történetnek. És hogy ne csak beszéljünk mindenről, jöjjön a folytatás már zenében, vérszerződés, ez a Folka vezéradása. Üzenjenek, kérdezzenek, alkossanak véleményt, az SMS számunk nem változott, 0637 49 67 20. Kovács Nóri a vendégem. Sziklavárban kövekhez láncolják.
megindul az ég, megindul a föld, erős puszta népe ellenségre tör. Hős haza szeretet, szitja becsület, s vérek szerződése köti lelkedet. Erőstől fakadt nemzetem, derék ős apátok, harci kürtje zeng. Isten kardja, mi hozzánk kegyes, a világon élni csak hősként érdemes. Bíbor szintni bacs, vérmező a föld, vihar verte szét, lecsordul a könny, nyílzábor suhan, ellenség felé, felhördül s a kín, száll az ég felé, tépen zászlóhat, hangos a jajszó, sereg ura, légy oltalmazó, vérbe várt a ti, halálba vár sújt, félelemben ég, az ellenség volt. Erős töröl fakadt nemzetem, derék ős apátok, harci kürtje zeng. Isten kardja, mi hozzánk kegyes, a világon élünk, csak hősként érdemes. Erőstől fakadt nemzetem, derék ős apátok, harci kürtje zeng. Isten kardja, mi hozzánk kegyes, a világon élünk, csak hősként érdemes. Egy csodálatos hangú énekes és egy remek ember, aki nem csak nehezéknek hordja a nyakában a Nagy Magyarország térképet. Varga Miklóst hallottuk, igen, és Kovács Nóri a vendégem a Folka Vezér ma esti adásában. Rengeteg kérdés, üzenet érkezik a 06 37 49 67 20-ra. Nórikám, akkor már is neked szegezem ezt a sok-sok kérdést, amit küldtek a hallgatók. A szöveget kiírta, a zenéjét kiírta, aztán egy másik üzenet. Ez egy igazi remek mű, színpadra való. Ezt most kik adják elő? Kormorán? Na akkor tegyük helyre! A zenét és a szövegét is én írtam ezeknek a daloknak. 13 dalról van szó. Először születtek meg a szövegek, aztán a zene. De természetesen a hangszerelésben Olá Dezső segített, ő a hangszerelőm. A másik kérdésedre válaszolva nem a Kormorán, Varga Miklós és én adjuk elő, de később majd azt tervezem, hogy amikor az összes szereplő meg lesz, 11 szereplője lesz ennek az operának, akkor természetesen a szerepek szerint ők fogják ezt előadni, és igen, színpadra tervezzük a művet, ha Jóisten is úgy akarja, akkor előbb-utóbb ez egy eljátszható dramaturgikus operává fog összeállni, és színpadra kerül. Varga Miklós volt az első, akit megkerestél? Igen. Eleve a dalokat, mikor megírtam és hangszereltem, arra gondoltam, hogy ezt az ő hangjára, az ő karakterére van maga ez a szerep, a Nimród, a főszerep kitalálva. És hát eleve úgy is voltam vele, hogy ha ezt nem fogja elvállalni, akkor nagy bajban leszek, hogy kit fogok mást megkérni, de szerencsére nem volt ilyen problémám, mert egyből igent mondott. Rögtön igen mondott, Miki? Igen, tetszett neki, és elvállalta a szerepet. Azt javaslom, hogy egy picit menjünk végig a történetén a műnek, mert nem csak azért, mert talán egy kicsit kevesebben ismerik ezt a történetet, mint amennyire kellene, hanem azért is, mert szerintem ezzel is kedvet tudnánk csinálni ahhoz, hogy ne csak a zenére, hanem mondjuk a szövegre is odafigyeljenek kicsit többen. A főszereplője Nimród a történetnek, és az első dal, amit hallottunk is, a teremtés, az a világ teremtéséről szól, hogy Isten hogyan teremtette meg a szép Magyarországot, mondjuk így. Erdélyi szájhagyományok útján gyűjtöttem fel ezt az anyagot, hogy egy csillagból gyúrt aranyalmát lejtett a világ közepére, ami természetesen csak a Kárpát-medence lehet, és ebből kigyökeredzett az életfa, amit talán ismerünk, hogy az eget és a földet összekötő fa,
aminek a tetején az aranyturul madár, amit utána állatunk és védelmező madarunk fészket rakott, és ennek a fának a tövében született meg Nimród, akit ringatott Tündér Ilona, akit a népmeséinkből ismerünk, és így indul a történet. Nagyon sok olyan, most csak így magamnak is mondom, hogy nagyon sok olyan név és helyszín és szimbólum szerepel a dalokban, amit mindannyian ismerünk, csak nem tudjuk valahogy egy történetté összegyúrni, és nekem ez is célom volt, hogy itt azért tisztállásunk is ezt a sok gyönyörű szimbolikus népi elemet egy operába csoportosítsam. Aztán a következő dalban Nimródot ringatja a édesanyja, és itt is egy népdalt hívtam segítség, egy régi magyar altatót énekel majd Tündér Ilona az ő kisfiának. A Nimród imája, amit majd a műsor vége felé fogunk hallani, az pedig arról szól, hogy amikor felcseperedett Nimród, hogyan kérte az Istent, hogy segítsen neki abban, hogy mi az ő küldetése. És mi végre vagyunk mi a világon, és itt nem rejtett szimbolikával, hogy mi végre vagyunk mi magyarok itt a világon. És hát egy gyönyörű választ kapett erre a kérdésére, hogy azért vagyunk, hogy békét teremtsünk, hogy összetartsunk, hogy összefogjunk és szeretetben éljünk, és hogy Nimród legyen az az alak, aki ezt megteremti. És amint ezeket Nimród megtalálja magában és felvállalja, utána indul el igazándiból a történet, kap egy kardot Istentől, az égpallosát, ami nagyon hasonlít arra a történetre, amit Attiláról, a honvezérünkről tudunk, körülbelül ugyanazzal a módon is kapja meg, hogy a földből kiáll ez a kard és belelép a lovának a lába. És aztán a turulmadár segíti neki kihúzni ezt a kardot, ami természetesen azért van, hogy ezzel védelmezze a szittya népet. A szittya nép vagyunk mi magyarok és hunok, és még egy jó pár ősi nemzetség, akik ott a Közép-Ázsiát uralták, és lovasok, gyönyörű lovas népek közé tartoztunk. Aztán a vérszerződés, amit az előbb hallottunk, az a szittya barátságról szól. Mindennek az alapja az, hogy tartsunk össze, hogy álljunk ki egymásért, álljunk ki az adott szavunkért, és ez a vérszerződés is arról szól, hogy két vadidegen, Zelemér és Öcsény valami ok folytán egymásra talál, vérszerződést kötnek, tehát örök barátságot kötnek, és onnantól kezdve bármi történik az egyikkel, a másik segítségére sieti, akár az élete árán is megmenti. És ugye ebben a történetben is erről volt szó, hogy Zelemért öcsény Zelemért megmenti, és Nimród éghetetlen nagy haragra gerjedt, hogy az ellenség milyen nagy csellel rabolta el ezt a két ifjút, és az egész seregét hívja azért, hogy ezt a két fiatalt kimentse. Tehát itt is az összetartozás, az együvé tartozás, a bajviselésről szól ez a dal. És egyébként megint egy kicsit félbeszakítva a saját mondandómat, az egész operának is ez a szimbólum rendszere megvan, hogy ilyen alapvető értékeket próbálok közvetíteni, és ha nem is szájbarágosan az emberek szájába, vagy tudatába közvetíteni, de ezeken a finom motivumokon keresztül, hogy egy az Isten, egy a népünk, egy a vérünk, ugyanez jutott eszembe, hogy ezek olyannyira aktuális dolgok, hogy 2015-ben, ha mondjuk odafigyelünk ezekre a szövegekre, akkor rengeteg párhuzamot találhatunk ugye a mai létünkkel kapcsolatban is. Igen, és hát nem utolsó sorban egy picit a múltunkkal kapcsolatban is. Érdemes néha hátrafele is néznünk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, merre tartunk, persze. És szerintem az, hogy ez az opera most fog megszületni, ez sem véletlen. Valamiért ennek így kellett történni, hogy most amikor egy picit így szétesőben vagyunk, és mint mondtam, hontalanok vagy gyökértelennek érezzük magunkat, a családok szétesnek, és mi egymás, hogy valami kapaszkodó pont legyen, és legyen egy olyan történet, amiből erőt meríthetünk, amely szimbólumokat, példákat állíthat nekünk. A vérszerződés után és a szittyák után egy szerelmi témára terelődik a történet, ugyanis hát Nimród feleségül veszi Enéhet. Itt egy szép szerelmes történet bontakozik majd ki a dalban, és hát megszületik a szerelem gyümölcse, hunor és magyar, és akkor itt kapja fel a hallgató a fejét, vagy hegyezi a fülét, mert hogy innentől kezdhet egy picit ismerősebbé válni a történet. Hunor és magyar, vagy magor, ikrek, tehát egy testvérek, két-egy testvér Nimród fia Arany János szerint is, és hát amint ők felcseperednek, különböző énekekben ezt bemutatom, elindulnak szarvas tűzni, elindulnak egy vadászatra. És ez a szarvas is egy nagyon szimbolikus állat,
valószínűleg a Jóisten küldte azért, hogy elvezesse őket egy olyan helyszínre, ahol ők majd később családot alapíthatnak. És akkor most meg is hallgatjuk a szarvasűzést. Kovács Nóri a vendégem a Fókavezér ma esti adásában, azt írja az egyik hallgató, Kovács Nóri megírta főművét. Nincs mese. Hát hallgatjuk. Apjuk jurtájába tértek, száz kiválasztott vitézzel, vadászni engedélyt kértek. Bölcs Nimród áldását adta, fiait útnak indította, Hunort Tátus Rigó lován, Magyart Tátus Tündér lován. Messze-messze kalandoztak, egyre mélyebbre hatultak, az erdőbe szálfák közé, haták friss nyomát követték. Fák árnyékából feltűnő, előttük egy szarvos ünő, fején agancs koszorúja, lebegett fény glóriája. Nortegezéhez kapott annal egy nyilat, kikapott vártában ajzotta, íját megpendült az ideg, mint szállt veszelye, zúgott a fákkal, versenyt repült a madárral, kinőtt nyilat célt évesztett, gémszarvas napjuma veszett, repül nyilam száj után a vártas lovon a nyomában, száz vitézen mind utána, búj, 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 repül nyilam száj után a vártas lovon a nyomában, száz vitézen mind utána, búj, 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 egész állónak hajtották le, sohasem találták, csoda szarvas szükdítselve csalogattak mindelőre, fáradtan nőttek a fűbe, ismeretlen földölébe, idegen erdő suttogott, idegen patak csobogott, repül nyilam száj után a vártas lovon a nyomában, száz vitézen mind utána, búj, 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 repül nyilam száj után a vártas lovon a nyomában, száz vitézen mind utána, búj, búj, búj. Hunor bátyám, én az eget ismerem, mint tenyeremet, merre csillag szekér útja, arra hasad földhajnala. De most nem látom az utat, mutasd Isten a te jutat, mert nem tudom merre vagyunk, eltévedtünk s magunk vagyunk. Magyar öcsém, hazatérnél, de én még a szarvast űzném, ha holnap sem éri nyilam, visszamegyünk mindannyian. Hüvön még a harmad csillan, Hunors magyar már polpomban, vad folyókon általusznak, nárba, mocsárba gázolnak. Védő árnyú
kapuja, lezúdult az ég sóhaja, adott Isten csendes esőt a rovaknak jó legelőtt. Beken az esőcseppek csillogtak, mint gyémántcseppek, ivott a föld, nagyot kortyult, uros magyar földre borult. Repülj lapszáj után a vártos lukon, a nyomában száz idézen mind utána, búj, búj, búj. Repülj lapszáj után a vártos lukon, a nyomában száz idézen mind utána, búj, búj, búj. Eloszlottak már a felhők, virágoznak mind a mezők, zöld bokor közt, nyírfák, törzse, nyírfák mögött, tónak tükre, és a szarvas újra itt van, hívja őket, meotészban, bulós magyar, a homlokát nyilaikkal megcélozzák. Repülj lapszáj után a vártos lukon, a nyomában száz idézen mind utána, búj, búj, búj. Repülj lapszáj után a vártos lukon, a nyomában száz idézen mind utána, búj, búj, búj. Anna írja, kedves Nóri, gratulálok a munkájához és sok sikert, kitartást kívánok önnek. Na, mit szólsz, Nóri? Köszönöm szépen, ezek nagyon jól esnek, és valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy érezzem, hogy jó úton haladok, és szükség van a munkámra. 0637 49 67 20, erre a számra küldhetnek nekünk még jó néhány percig SMS üzenetet. A műsorunk élő, és ezzel együtt természetesen interaktív. Szóval a szarvas űzésnél tartottunk. Nem ragozom túl, mert most itt elhangzott a történet, a végét mesélném csak el, hogy amikor a nyilaikkal megcélozzák, miután már Meotis vidékén vannak, akkor a szarvas megszólal, és azt mondja, hogy ne öljetek meg engem, mert én az Isten küldötte vagyok, és azért vagyok itt, hogy ti itt letelepedjetek. És akkor Meotis vidékén Hunor és Magyar, valamint a száz vitéze tábort ver, és hát nincsenek véletlenek, éppen azon a tisztáson Harmadgyöngye és Vadrózsa körtáncot jár száz lányjal, Gyula leányaival, és hát közülük választanak maguknak feleségeket. Elsokasodik a nemzet, a szitja és a magyar nemzet, kicsi lesz nekik a terület, és közben itt most elvágnám a fonalat, mert visszatérnék Nimrodra. Egy másik szálon Nimrod történetét folytatom, aki nagy dilemmában van, ugyanis kap egy álmában egy üzenetet Istentől, hogy bizony meg kell küzdeni a világ nagy gonoszával. Ez is egy szimbolikus dolog, nincs megnevezve, de hát itt bárkire, bármire gondolhatunk, tehát a nagy gonosszal, és sajnos ön ebben a csatában meg fog halni. De nem lesz hiába való az ő halála, mert ezáltal a hősi halál által fogja megmenteni a népét, a szittyákat. És Nimrod vállalja ezt a feladatot, összehívja a népét, magához hívatja Hunort és Magyart, elmondja a végső akaratát, mindenféle szellemi javait rájuk hagyja és bölcseleteit, valamint ugye a nemzetét is, és aztán kihívja a gonoszt az utolsó csatára. És már-már úgy van, hogy meg fogja nyerni ezt a csatát, azonban a gonosz egy cselhez folyamodik, és egy nagyon gonosz sújtó por felleget küld a szittyákra, amikben ők fuldokolnak, és hát Nimrodnak el kell döntenie, hogy most akkor inkább ő hal meg, vagy a népe fog megfulladni, és hát természetesen feláldozza az életét. A nép megmenekül a gonosztól, és nem volt értelmetlen az ő halála, ugyanis Isten felviszi őt a mennyekbe, és azt a bizonyos hét csillagot, amit mi Orion csillagként ismerünk, azt adja Nimrodnak, tehát abba költözteti bele az ő lelkét, amit a magyarok úgy hívnak, hogy kaszász csillagkép. És hát Nimrod a helyére került, megmenekült a nemzet, aki nagyon-nagyon elsakasodott Meotisban, és azt mondja egyszer csak Hunor magyarnak, hogy ő bizony elmegy az ő nemzetével, és megkeresi a Kárpát hazában azt a népet, és most figyelj, ami az ő nyelvén beszél. Ezt a Tarihi Üngürüs című krónikában találtam, ami egy magyar krónika, és még a középkorban fordították le török nyelvre, a magyar verzió sajnos elveszett, de aztán csoda folytán a 19. században visszakerült ez a török krónika Magyarországra, és most lefordították a 1900-as években és 2000-es években magyarra, és ez egy megdöbbentő dolog, hogy ez már akkor így szerepel benne, hogy Hunor, mikor visszatér a Kárpát-medencében, már az ő nyelvén beszélő népeket talál, tehát mi nagyon régóta itt lehetünk. Több dolog is eszembe jutott, miközben hallgattalak, Nóri. Az egyik az az, hogy ugyan elképzelhető, hogy nem számítottál arra, hogy ez ilyen hatalmas munkával és rengeteg feladattal jár,
Viszont azért, ha jól látom a szemeidből, akkor te nagyon élvezed ezt. Mérhetetlenül, hát az én ismereteim is mérhetetlenül kitágulnak. Hát annyi érdekes könyvet olvastam, annyi értékes beszélgetésem volt különböző professzorokkal, tudósokkal, hogy hát fantasztikus, és hát egyre jobban növekszik bennem is a hazaszeretet és a büszkeség, hogy magyar lehetek, hiszen annyira csodálatos múltunk és történelmünk van, és hát szeretném, ha ezt mindenki megismerni. A hallgatóink megszokhatták ugye, hogy műhelytitkokat is elárulunk nekik, és rendszeresen közelebb próbáljuk hozni őket az alkotói folyamathoz. Tehát azért adott a történet, nagyon sokat nem lehet rajta változtatni, sőt ideális esetben nem is szabad rajta változtatni. Nem kell átértelmezni, nem kell újra gondolni, adott a történet, alapvetésként kell kezelni a történetet, ez szerintem nagyon fontos lehet az alkotó munka folyamán. Igen, és jó is, hogy ezt említetted, mert nem szeretnék semmilyen irányba elhatárolódni, vagy bármilyen irányhoz tartozni, gondoljon itt mindenki, amire akar, ez valóban egy művészeti termék, hogy mondjuk így, és szeretném, ha ehhez így is nyúlnának hozzá a későbbiekben. Hogy erről ez egy beszéltünk, rege. Igen, erről beszéltünk, miközben hallgattuk az iménti felvételt, hogy ez, ha valami, akkor ez tényleg nem politika. Ez abszolút történelem, nem. Ez kultúra, ez hagyomány, ez így művészet. Van. És még rengeteg más, mint hogy politika lenne. Igen. A másik, ami azért itt felmerül bennem, és ezért is örülök, hogy egy ilyen pici lány, és ez nem pejoratíve, értem, mert azért ebben nagy erő van ebben a pici lányban, de hogy egy ilyen törékeny pici lány ilyenre vállalkozik, mert ugye tudjuk a francia forradalom történetét, tudjuk a világháborúk történetét, hallottunk az ősközösségről rengeteget, hallottunk a felvilágosodásról rengeteget. Ezt a természetesen ideális esetben hallottunk a mi saját történetünkről is rengeteget, de vajon tényleg tudunk-e eleget a mi saját történetünkről? Na ezért örülök, hogy vannak ilyen bátor hölgyek, és tényleg a piciségedet, az pont a nagyságod emeli ki. Bocs, hogy ezt mondom. Ugye ezt a méretet értettem. Igen, igen. Ebből már nem fogsz jól kijönni. Nem is akartam. Igen. Válaszom az, hogy igen, jó az, hogy és jó lenne, hogyha minél többen sokkal mélyebben ismernénk a történelmünket, és ha ez csak megmarad egy olyan szinten ez a történet, hogy ez egy művészeti alkotás, még nem is kell 100%-ban elhinni mindazt, amit én leírok, hiszen a művészi szabadságomat is nagy részt kibontakoztattam a műben, tehát nem biztos, hogy minden úgy történt meg, ahogy de úgy is megtörténhetett, ahogy azt leírtam, vagy azt, ahogy a történészeink állítják. De például nagyon sokat adózunk azok előtt, az erdélyi és felvidéki emberek előtt, akik ezeket a csodálatos történeteket adták, azokat a gyönyörű szálhagyományokat, hogy ez megszülethessen. Itt a Nász tánc a folytatásban. Good.
Nóri kedves, ez nagyon bejött nekem, ugye, hát ez folkos volt. Igen. A javából. És mivel nagyon kevés időnk maradt hátra, nem szeretném, hogy a hallgatóink ebből kimaradjanak, amit az imént megosztottál velem. Azt mondtad, hogy egyfajta révületben született ez a mű. A fene tudja, hogy ki vezette a kezedet, amikor alkottál. Hát én tudom, hogy ki vezette. Ezt 2-3 éjszaka alatt írtam meg, és éjjel. Tehát hónapokig így tervezgettem, hogy neki kéne ülni, de nem merem, meg mit írjak, meg stb. És egyik este úgy leültem a félhomályban már, vagy már a sötétben, a lámpafénynél, ilyen 8 után, és egyszerűen dőltek a szavak. Tehát írtam a papírokat, kézzel szeretek írni, teleírtam rengeteg papírt, megszületett 4 dal. Következő éjjel ugyanígy, de ilyen hajnali 4-5-ig fent voltam. És megszülettek a dalok szövege. És aztán így félretettem egy hónapra. Nem foglalkoztam direktvel. És elővettem egy hónap után, hogy na, mit írtam, hogy akkor most elkezdem majd narrálni, meg átírni, meg hogy vannak ezek a rímek. És hogy újra elkezdtem olvasni, olyan volt, mintha nem én írtam el. Tehát úgy saját magam írásra meglepődtem, hogy ezt én találtam ki, ez így, de jó, ez biztos, hogy ez így, de, és ilyen furcsa volt az egész. Tényleg, mintha akkor, amikor születtek volna, akkor nem lettem volna magamnál. Nóri, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon szívesen. Részt vettél a Folka Vezér ma esti adásában. Egészen biztos vagyok benne, hogy a mai műsor közben végig magadnál voltál. Az illetékesek figyelmét pedig szeretném nagy tisztelettel felhívni, hogy érdemes segíteni Kovács Nórinak ezügyben. Segítsenek neki bátran, mert a Nimród regéjére szerintem sokan kíváncsiak lesznek. Köszönöm szépen, Nóri, hogy én itt voltál. Köszönöm. Önöknek a figyelmet, ennyi volt a Folka Vezér, jó hét. Világ dolga felül, népemnek s magamnak ír sorsa felül. Napot, holdat rejtő csillagos térképen, tudom, elrendelted sorsunkat már régen. Jelt, miért teremtettél számomra a földön, mi sorsot rendeltél, táltosok királya, lelkem őrző nap. Adj nyilamnak tiszta ösvényt ezen a